Tegnap este, amikor a képviselőjelölt társaimmal vártuk az eredményeket, akkor bizony nagyon meglepődtem. Én megvoltam arról győződve, hogy a tataiaknak változásra van szüksége, és hogy ezt érzik, hogy ennek a szele itt van. Sajnos nem így történt, így fordult elő az a helyzet, hogy közel 10 000 tatai lakos nem jött el, nem járult az urnákhoz. Ez azt jelentette, azt eredményezte, hogy tata lakosságának kevesebb, mint a fele választott, szavazott, és így állt elő az a helyzet, hogy a jelenlegi polgármestert tulajdonképpen minden negyedik lakos szavazta meg. És ez olyan szempontból szomorú, hogyha körülnézünk, hogy mi történt az országban, akkor megdőlt az az imázsa a Fidesz-KDNP-nek, hogy ők leválthatatlanok. Nagyon sok kisebb-nagyobb vidéki városban megváltozott a polgármester és a vezető testület, ellenzékiek lettek, amit én nagy örömmel üdvözlök, és szomorú vagyok amiatt, hogy ez tatán nem következett be. Megragadnám itt az alkalmat, hogy megköszönjem annak a közel 4 000 tatai lakosnak, aki rám szavazott. Nagyon köszönöm a bizalmat. Külön köszönöm a 7-es számú választókörzetnek, az én körzetemnek, hogy úgy gondolták, hogy jobb, ha én képviselem őket a jövőben, a városvezetésben, meg fogom szolgálni a bizalmukat. Tartani fogom magam ahhoz az ígéretemhez, hogy nem fél évenként, hanem havonként fogok kapcsolatot tartani a lakókkal. Az ellenzéki együttműködést én úgy értékelem, hogy sikeres volt. Ugye most már 4 képviselőnk van, nem csak 3 a városvezetésben. Elkötelezettek vagyunk a korrupció ellenesség témakörében. Megígérhetem a városvezetésnek és a városlakóknak is, hogy figyelni fogunk minden korrupció gyanús ügyletre, rá fogunk nézni, tájékoztatni fogjuk ezekről, ha lesznek ilyenek a városlakókat. Szóval egy kicsit más, úgy gondolom, hogy egy másfajta közélet lesz itt Tatán, mint ami most volt. Biztosíthatom a városlakókat arról, hogy az ellenzéki képviselők Tata városlakóinak és magának a városnak az érdekeit fogják szem előtt tartani az elkövetkezendő 5 évben a munkájuk során. És még egyszer nagyon szépen köszönjük a bizalmat, meg fogjuk oldani azt, hogy a lehető legjobb tudásunk szerint dolgozhassunk Tatáért, mert Tatáért tenni kell.